magyar, bolgár, spanyol és francia repertoár improvizáció intim közelség jellemezte Paja Bea csütörtök esti gyulai koncertjét. A sokoldalú művészzenei bölcsője a magyar népzene volt, de később számos népzenei irányzatát is magáénak érezte. Több nagy koncert van már a háta mögött, de legjobban a kistermi közelségű előadásokon érzi igazán elemében magát, mert ilyenkor szinte egyé válik a zenével. Én akkor vagyok igazán erős, amikor ezt a személyes valamit hozzárakom, vagy magamon átszűröm ezeket a dalokat, és születik belőle valami új. Engem mindig az izgat, az a pillanat, amikor a semmiből egy dal valamit így kikanyarintunk, és ez éppen születőben, vagy éppen megszületett. Ezt a frissességet szerintem ma este fog érezni a közönség, szóval hogy engem ez izgat. Paja Bea koncertjén ifjú Tóth István működött közre akusztikus gitáron.